Nagy területen, a katasztrófa védelem tájékoztatása szerint körülbelül 800 négyzetméteren égett a szemét a Mezőtúr és Törökszent Miklós közötti hulladék lerakóban hétfő délután. A tűzesethez a Mezőtúri, a Szolnoki és a Szarvasi hivatásos, valamint a Törökszent Miklósi önkormányzati tűzoltók vonultak. Az egységek több vízsugárral és kézi szerszámokkal oltották el a lángokat, az oltást három vízszállító jármű és több munkagép is segítette. Az eset során személyi sérülés nem történt. Tegnapi nap folyamán, délután 1:30 környékén a kollégáink a Kétpói regionális hulladék lerakó területén tömörítést végeztek, és a tömörítés folyamán egy lángra kapott a ott lévő hulladék. Egy viszonylag gyorsan terjedő tűzzel találták magukat szembe, kihívták a Törökszent Miklósi tűzoltóságot, és gyors beavatkozás után késő délutánra sikerült a tüzet eloltani, és lényegében reggelig a hűtési folyamatot folytatták, így most már normális üzemben működik a Kétpói regionális hulladék lerakó. Mitől kaphatott ott bármi is lángra, hiszen tömöríteni máskor is szoktak? Most szombaton volt a Szolnokon a lomtalanítás, és vélhetőleg gyúlékony anyag került a lomb közé, és a kompaktor a tömörítés folyamán tűzre kaphatott ez az anyag. Mi úgy gondoljuk, hogy benzén, illetve gázpalack lehetett a tettes. Ezúton is kérjük a lomtalanításban résztvevő lakosokat, hogy kizárólag a lomtalanítás felhívásában szereplő hulladékot tegyék ki, mert nagyon komoly kár, baleset, illetve balesetveszélyt tud okozni az ilyen jellegű anyag. Azt lehet-e már tudni, esetleg felmértéke már, hogy mekkora kár keletkezett? Hála jó Istennek, a depóniában nem keletkezett kár, de biztos vagyok benne, hogy a szumában a kár mértéke több millió forintot el fogja érni. Viszont nem csak Szolnokon, hanem a környező településeken is mostanában lesz a lomtalanítás, tehát akkor gondolom, hogy ott is most nyomatékosabban fel fogják hívni a figyelmet a szolgáltatók, akik ezt végzik, hogy mi az, amit el lehet vinni. Most össze van a teljes régióban a lomtalanítás, folyamatos lényben minden nap kerül be lomhulladék a Kétpói lerakóba. Most is ezen el is szeretnénk fölhívni a lakosok figyelmét, hogy kizárólag lomokat tegyenek ki. A kollégáink folyamatosan válogatják ezeket a hulladékokat, tehát se inert hulladékot, se veszélyes hulladékot ne tegyenek ki, az nem kerülhet a Kétpói hulladék lerakóba. Ez a tegnapi tűz, ez okoz-e fennakadást a szolgáltatóknak, akik a Kétpói hulladék lerakóba viszik egyébként is a hulladékot, hogy most ők ezt le tudják rakni, vagy egyelőre máshová kell szállítani? Hála Istennek nem okozott fennakadást, és folyamatos a Kétpói lerakóba az üzem. A lomtalanítás során a veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, tárgyak nem kerülhetnek a lom közé. Ilyenek például a festékipari termékek, turista és egyéb gázpalackok, üzemanyagkannák, de akár még a régi televízió is. A szigorú átválogatás ellenére is kerülhet tűzet okozó anyag a depóniába, hiszen nagyon könnyen keletkezhet tűz akár egy kidobott ceruza elemtől is.